77 éves korában elhunyt Benedek Miklós, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, rendező, érdemes és kiváló művész. Olyan klasszikusok fűződnek a nevéhez, mint a Hippolita lakály, az Ember tragédiája vagy a Pogány Madonna. Gálvölgyi Jánossal emlékezünk Benedek Miklósra. Örülök, hogy itt vagy, köszönöm. Igen, hát én is mondhatnám, hogy örülök, hogy itt vagyok, csak nem ebből az alkalomból. Az a szörnyű ebben. Hozzátok Egri Mártával tért vissza egy év után a színpadra, nem olyan régen, hárman a padon. Igen. Előadásba, és amikor én beszélgettem vele utoljára, akkor még ezelőtt volt, és nem volt benne biztos, hogy akar-e még játszani, és tud-e még játszani. És azt mondja, ez úrrá lett rajta ez az akarat, hogy ezt ő csinálná. Hogy igen. Én azt hiszem, a Miklóst életbe azt tartotta, hogy... De még játszott, azt hiszem, a Vígszínházban színházban játék a kastélyban. Így van. De hogy van a hárman a padon, ahol valóban ott ültünk a Mártával a hárman a padon, és mindig az volt, hogy ja Isten, csak még egy jó darabig még így üljünk hárman a padon. Úgyhogy, de meg kell mondanom, hogy Miklós harciasan, vagy hősiesen, vagy harcolta azzal, hogy ott ülhessen és együtt ülhessünk. Ti nagyon sokáig, ha én jól tudom, nem is játszottatok együtt. Tehát úgy voltatok pályatársak, kortársak, hogy nem hozott össze benneteket az élet, egészen addig, amíg a Madácsban a napsugár fiúk nem hozott össze benneteket, és hát az klasszikus lett egy pillanat alatt. Kérlek szépen, mi sokat játszottunk egy televízióban. Van egy rádiós csatorna, nem tudom, is a reklámhelye, ahol régi rádiókabarékat játszanak, és épp a Miklósnak meséltem. December 16-án játszottunk különben utoljára együtt, és hiszem az volt az utolsó előadása a Miklósnak is, hogy olyan jelenetek mentek le benne Benedek Gálvölgyében, hogy mondom, én nem is emlékszem, és mondtam, hogy mi, azt mondjam, ilyet mi nem csinált. Nem mondom, hát, és a tévében rengeteget dolgoztunk együtt, és most, amikor jöttem ide, eszembe jutott, hogy amikor én felvételiztem harmadszorra, és az Erzsikében ültem lent, az Erzsikában a főiskola mellett volt egy presszó, akkor a Székely Jóc, akit ismertem, de a Benedeket igazándiból nem ismertem, de tudtam, hogy ez a Benedek Tibor. Benedek Tibor, ugye a papa, a fia, tehát színész. És oda jött, és azt mondták kettő, hogy föl vagy véve. És mondom, hogy milyen cinikus palik ezek, hogy... És az egyik a Benedek volt. És aztán valóban a Madár színházba jöttünk össze a Napsugár fiúkban. Ha az édesapját említed, én hadd idézek tőle egy mondatot. Azt mondta, hogy több vagyok, mint az apám, és kevesebb, mint a fiam. Ugye? Itt Tibor fiára, igen, és Tibor igen, apjára igen. emlékezett, hogy a Benedek Tibor volt az édesapa is, igen. Aki egy, hát már a legendává nem esedett konferencié hát konferencié nem volt, és humorista is talán. Ilyen mondták, hogy konferencié. Hát ő konferált előadásokat a Vidám színpadon például. Hát nagyon-nagyon nem. Ugye volt neki a Zacsek, minden, akkor hát volt Zacsek. A Beigli, meg egy speciális hanghordozása volt, ami a Miklósnak is néha visszajött, de Benedek Tibor egy keserű ember volt, és a Miklósban is mindig benne volt egyfajta keserűség, pedig hát sikeres volt, és többre vitte a szabad ezt mondanom, mint a papa. De milyen furcsa, tragikus sorsa, hogy ugye Miklós édesapja öngyilkos lett. Ez. Igen. És ma Miklós már teljesen nyíltan lehet igen. kezelni, ő is rendszeresen igen. hajlandó volt erről beszélni, és hát akkor egy fiatal fiú volt még, igen, amikor ez megtörtént, és rengeteget harcolt ezzel az emlékkel, és akkor jött igen. a másik családi tragédia, Tibor fia, az olimpiai bajnok, fantasztikus sportoló, és remek ember, és aztán egy újabb harc kezdődött az életében, tehát, hogy ezek sorscsapásként kísérték el. Hát nem tudom, én abban... Hát egy nagyképű dolog, hogy hiszek, hogy mindenkinek valami útja, eleje, közepe, vége van. Miklós nagyon-nagyon megrágta az élet, azt hiszem. És mindig éreztem benne, független a tragédiáktól mondom, egy ilyen keserűséget, ami az volt, hogy beteljesültem valami, és mind sokat beszélgettünk, az igazság. Főleg a Napsugár fiúk idején jöttünk össze, hogy 5-kor találkoztunk, és 6-ig dumáltunk, 6-tól fél hétig ledaráltuk a szöveget, úgymond összemondtuk, és sokat beszélgettünk, és volt benne, és mindig mondtam, hogy Miklós, hát annyi mindent, nem tudom megmondani, hogy mi hiányzott még neki, és hála jó Istennek az a ritka történet volt vele, hogy mindent megkapott. Tehát én tudom, hogy én olyan boldog voltam,
amikor ő a nemzetszínésze lett, hogy mert tudom, hogy azt ő akarta, a Kossuth díjat nagyon, és ezek minden, ezek nem kárpótolják azt, ami történt. Sem gyerekkorában, sem amit hát túl kellett élni, mert túl kellett élnie. Azt mondta Bodrogi Gyula, hogy Tibor halála óta fél szívvel élt. Próbálta ő tartani magát, azt majd a kedves nézők csütörtök este, hogyha megnézik azt a beszélgetést, amit majd megismétlünk vele, akkor láthatják is. De hát nyilván egy ilyen, az minden nap ott van egy apa szívében. Hát egészen biztos, de tehát a színpadon, vagy a ilyen előtte levő beszélgetésekben, előadás előttékben, ezt nem nagyon lehetett. Tehát ő úgy jött be a színházba, hogy ez úgy valahogy... A színész egy borzasztó érdekes fajta, hogy ezt kint tud dolgokat hagyni. Mindent nem lehet biztos kint hagyni, tehát ez a játékában ez biztos azért mély nyomokat hagyott. De hát amit játszottunk ez a három napon, ez azért volt jó, mert két ilyen öreg élet, nem unt, hanem, és a darabban most már nem fogjuk játszani, pont fordítva van, hogy én haltam meg, és ő maradt életben, és az volt az utolsó mondat, hogy élni, de hogyan, minek. Úgyhogy igen, december 16-án az volt az 51. előadás, és akkor abban maradtunk, hogy januárban játszott legközelebb, és megindulunk hárman a padon Egri Mártával. 24-én beszéltem a Miklóssal, aki boldogan mondta, hogy előző nap hazajött a kórházból, és aztán a többiről én nem vagyok feljogosítva arra, hogy beszéljek, de 21-én beszéltünk, jó hangulatban volt, és ülünk a padon. Erről a padról ilyenkor hogy áll fel az ember? Ugye neked ez a pad, ez most is ott van, meg Mártának is. Igen, de úgy, hogy az ember tudja, hogy ott üresen maradt egy hely, ahova nem ülhet le senki. Szóval azon a padon mi, amíg vagyunk Egri Mártával együtt, Orlai produkcióban mi hárman ülünk azon a padon. A fura az, egy ilyen beszélgetésben az ember kénytelen magáról beszél, nem kénytelen magára tereli a figyelmet, hogy ezt én találtam ki, ezt a hárman a padont, és hála Orlai Tibornak, hogy megcsináltuk, és a Benedekkel megcsináltuk, és az olyan fura szimbólum maradt, ahogy te most mondtad ezt, hogy ott egy szék üresen, majd megy pontosan a padon egy hely, de oda nem fog leülni. Úgy, hogy mi ott ketten ülünk, ott nem fog ülni más. Van arról valami elképzelésed, Benedek Tibor, hogy marad meg az emberek? Miklós. Na, látod? Igen, látod, igen. Igen, ez kísértette egy életen át. Igen. Pont ez, amit most nekem én azért volt egyszerű, és azért nem tévesztettem, mert nekem a Miklós volt. Nekem a Tibor egy kisgyerek volt a fészekjóból, aki ott szaladgált a lányaimmal. Nekem ő mindig Miklós volt. Miklós volt, vagy Micu? Nekem, én Miklósnak hívtam őt. A Micu az egy másik korszaka volt, tehát nekem ő Miklós volt mindig. Szóval azt akartam kérdezni, igen, hogy mi marad meg szerinted belőle? Mi a legélesebb, amit ő itt hagyhat? Ugye említettünk mi is filmeket, meg szerepeket, de ez egy színész esetében mindig olyan nagyon nehezen megfogható, hogy mi az, ami a legfontosabb lehet. Darvas Iván mondta, hogy addig él egy színész, él, csupa nagybetűvel, amíg él az a néző, aki még emlékszik rá. Én szerintem mindenkiben más marad meg, de Bodrogi Gyulát tudom idézni, akit mind a ketten, Miklós is megint, és nagyon szeretünk és tiszteltünk. Pontosan ebből a Miklós távozás alkalmából mondta, hogy minden színész pótolható, de vannak felejthetetlen színészek, és addig felejthetetlen az ember, amíg valaki emlékszik rá. Hogy kinek mi maradt meg a Miklósból, vagy mi marad meg, azt én nem tudom. Neked mi? A barátsága? Inkább. A barátság és egy borzasztó nagy hiányérzet, mert ha még van rá idő, csak elmondom neked, hogy mi a Miklóssal nagyjából egy korosztály voltunk, és akiket mi ismertünk, a Miklós szenvedélyesen szerette a színházat, a kabarét, a kuplékat, ugye hát a Budapest Orfeum, amit ő talált ki, és szerette a régi, olvasott, én remélem az a könyv, ami elkészült, mert úgy tudom, hogy elkészült, az meg is fog jelenni, nem sokára talán, hogy mi ugyanazt olvastuk, hívtuk egy más, hát a Covid alatt mi napi kapcsolatban voltunk, hogy, és akkor azt olvastad, akkor olvasd el azt, és akkor hozzásd meg, hogy nem tudok kivel beszélgetni. Egyre kevesebb kolléga van, akivel ha beszélek,
tudja, hogy én kiről beszélek. Én ezt sajnos tapasztalom fiataloknak, hogy 10 évre visszamenőleg mondom, tudod, ki volt? Nem. De Miklósra ez nem fordult elő, hogy mi beszélgetünk, és földobunk egy nevet, és rengeteget beszélgettünk színházról, meg különösen a vidám műfajról, meg mindenről, hogy de most már csak így dobálhatom a neveket, nem csak éjjel kapja. A Nemzet színészére emlékeztünk a Kossuth Díjas, Jászai Díjas művészre, Alathatatlanok Társulatának örökös tagjára, Benedik Miklósra. János, köszönöm szépen. Én is köszönöm.